A légkör szerkezete. A légkör szerkezetét, amikor vizsgáljuk, akkor tulajdonképpen a föld felszínről kiindulva felfelé nézzük meg azt, hogy a légkör milyen részekre bontható, hiszen a légkörnek a külső határát még megmondani is nehéz, hiszen több ezer kilométer magasságban szépen lassan megy át a bolygó közé térbe. A legalsó réteg, az emberiség számára a legfontosabb réteg, ez a troposzféra, egy 10-12 km magasságig tart, és tulajdonképpen itt, tart, itt található a légkör anyagának a 80%-a, mert a vízgöz a 100%-a. Tehát magyarul a troposzférában zajlanak le az időjárási jelenségek, és ez befolyásolja az ember mindennapi életét. A troposzférában a légkör hőmérséklete a felszíntől haladva felfelé folyamatosan csökken. Legfelső határán olyan mínusz 56 Celsius És pont ez a lényeges abba, hogy miért jelölünk ki újabb szférákat a légkörbe. Ugyanis a troposzféra után következő stratoszféra a 10-12 km-től az kb. 50 km-es magasságig terjedő rész, amelyben már a hőmérséklet ismét növekedni kezd. Tehát tulajdonképpen a hőmérséklet változása a légkörben, ami ezeknek a szféráknak a határát kijelöli, tulajdonképpen a szférák légyogósultságát igazolja. A stratoszférában, 10 km fölött, azért növekszik a levegő hőmérséklete, mert itt található az ózon réteg. A legvastagabb része, 20-30 km között található. Az ózon ugye O3 molekula, amely az UV sugárzás hatására létrejött instabil molekula, viszont az UV sugárzás, tehát az ultrajövő sugárzás, amely rendkívül káros az élő szervezetekre, ebbe a rétegbe gyakorlatilag elnyelődik. A stratoszféra hőmérsékletét megnézve azt látjuk, hogy a felső határánál plusz 10 Celsius foknyi hőmérséklet is van, tehát igen jelentős az elnyelődésből, az UV elnyelődéséből keletkező hőmennyiség. 50 km felett egy újabb oszféra kezdődik, ezt mezoszférának nevezzük, és itt megint a hőmérséklet változása, ami az új szférának a meghatározásához fontos volt, hiszen újra csökkenik ez a hőmérséklet, a mezoszférában már mínusz 120 fokig lecsökken a hőmérséklet, nyilván egy ritkul a természetesen, de még mindig elég sűrű a mezoszféra anyaga ahhoz, hogy a külső űrből érkező tárgyak, például a meteorok ebben a szférába behatolva a sűrű közeggel találkozva felforrósodjanak és elégjenek. Tehát gyakorlatilag a metorok megsemmisülésének a helye a mezoszférában van. A mezoszfér a külső határán túló 80 km felett már a külső, a legkülsőbb légkörben itt a levegő, itt az anyagok ionos állapotban vannak jelen, és ezeknek az ionoknak a hőmérséklete megint igen magas, megint emelkedik a hőmérséklete, és ugyancsak az UV-sugarak hatására történik, mindez. De hogy mennyire ritka ez a levegő itt a felső légkörben, azt azzal az adattal fejezhetjük ki, hogy tulajdonképpen az alsó 20 km sávban sűrűsödik össze a légkör anyagának 95%-a. És csak az 5% a 20 km feletti részekben található. Tehát így néz ki a légkör szerkezete, és ezek a legfontosabb ilyen lemzőgi, illetve tulajdonságai.